A Megyei Védelmi Bizottság minden évben különít el arra forrást, hogy a helyi védelmi bizottságok, amelyek a járási hivatalokra épülnek, jobb felszereltséggel rendelkezzenek. Fontos, hogy ha egy veszélyhelyzet jelentkezik a megyében, gyorsan és hatékonyan tudjanak reagálni a szakemberek. Ehhez az is szükséges, hogy a mindennapi felkészülési munka hatékonyságát is növeljék új, modern eszközökkel. A kormányhivatal minden év, az elmúlt években több millió forintot fordított arra a célra, hogy megfelelő számítástechnikai eszközökkel tudjanak dolgozni azok a kollégáink, akik ezt a felkészülő munkát végzik. Az idejében 1,3 millió forintból vásároltunk szünetmentes tápegységeket, számítógépeket és kivetítőket az ottani felkészülési munka támogatására. A helyi védelmi bizottságok tevékenységét a Megyei Védelmi Bizottság éves munkaterve határozza meg. Ezek a munkák ténylegesre, apró pénzre váltva, gyakorlatok, illetve azok a felkészülési tevékenységek, amelyek az állampolgárok biztonságát, veszélyeztetettség feldolgozását, illetve azokra felkészülést jelentik, ezekhez minden évben a Megyei Védelmi Bizottság biztosít egy eszközkeretet. Ez már 2013-tól folyamatos munkát jelent a Védelmi Titkárság számára, és többnyire ezek számítástechnikai eszközök voltak idáig, most is jelenleg is irodaszerek, illetve fényképezőgépek, azok a technikai eszközök állnak rendelkezésükre, amik a napi munkavégzést segítik. A helyi védelmi bizottságok megfelelő működését elméleti, felkészítő előadások és gyakorlatok segítik, amelyek az új eszközökkel még hatékonyabbak lehetnek. Hiszen a lakosság védelmének alapja, hogy felkészült és felelősségteljes szakemberek vegyenek részt a munkákban.